Sziasztok, srácok! Ma lesz egy ilyen kis racse, amint láthatjátok a két gépet az asztalon. Egy Oleo Mac GSH560-as és egy Husqvarna 545 Mark 2-es, ami a sajátom. És az Oleo az a legjobb barátomé, tehát őtőle kaptam kölcsön erre a kis szórakozásra. Úgyhogy jó héjban, mit is lehet tudni? Igazából ő a főszereplő, mit is lehet tudni róla? Na, kezdjük is. Hát akkor a vágó szerkezetnél egy 325-ös X-Cut Husqvarna lánc van rajta, és egy 3-as osztással. Ellenben az Oregon, tehát az 545-ön is egy Husqvarna X-Cut lánc van. Ugyanúgy 325-ös, annyi eltéréssel, hogy ez 1.5-ös osztással van. Igen. És frissen van mindegyik élezve. Azt is majd mindjárt megmutatom. Úgyhogy a vágó szerkezetről ennyit. Tehát a kialakítása magának a gépnek, kicsit közelítsünk, így. Jó. A gépnek a kialakítása az egész jó, tehát a műanyag idomok is nagyon jók, tehát sorját nem igen látni, élek azok szépen ki vannak dolgozva, tehát nem vágja az embernek a kezét, tehát odafigyeltek a kialakítására. A műanyag burkolat szempontjából, és úgyhogy ja, tehát amint látjátok, itt már másképpen van az üzemanyag tanknál a kupak, meg itt is, tehát a fedél, ide beteszed szépen a kulcsot, lenyomod, és akkor úgy lazítasz. Nem úgy van, mint az 545-nél, hogy egy ilyen bajonett záras, majd azt is megmutatom, bajonett záras, meg is mutatom most inkább, de hát szerintem ti is tudjátok. Egy ilyen kis bajonett záras. Könnyen, és hogyha ez netán letörik, akkor ide be lehet tenni a kulcsot, és simán ki lehet. Na, vissza az Oleóhoz. Tehát ez meg volt. Akkor, amit látjátok, ezt nem kell erőltetni. Könnyen lehet, mert könnyített berántásos. Nincs is rajta dekószelep. Ugye ez egy könnyített berántásos gépezet, ami megkönnyíti az embernek a dolgát. Nem kell itt ráncibálni, itt tudom, mondjuk az 545 is valamilyen szempontból könnyített tetett, ja, könnyített berántásos, hát nem teljesen szerintem, de mindegy, de nincs rajta, de ezen se tekószalap, úgyhogy, de ott se kell erőködni a dolgokkal. Na, hát kezelőszerve, itt is egész jó kidolgozása neki. Tehát egész jó a kidolgozása. Van egy ilyen szivatónk, előleg azt mondják, olyan, mint egy kacsa forma, mint az áll a kacsa talp forma, hogy mind a háttérben is lehet lehallani a hangokat. Na mindegy, faluhelyen ez így van. Van egy cuclink, egy primer pumpán, a szív és a ganyét. Sőt, első van egy ilyen sima kis kapcsoló, gyújtás kapcsoló. Gyújtás, stop. Úgyhogy igazából, ja. Hát ez egy műanyag lánzdekni, mint halljátok is. Úgyhogy nem fém, mint az 545-en. Ez egy, hát, negatívum én szerintem, de mindegy, nem ócsáról nem akarom a gépet, meg semmi sem, nehogy félreértsétek, de azért szerintem a műanyag helyett azért simán rakhattak volna ide egy
fém deck, de mindegy. Ez van. Fék is jó, láncfék is, könnyen elkattan, tehát nem kell erőlködni, amit látjátok is. Épp, hogy megnyomom, és már be is kattam a helyére, úgyhogy megfogja a láncot. Ez nagyon jó. Ja, hát itt a csavarok, igen, az anya csavarok, a tőcsavaron, tehát ez itt nem is tudsz rendesen hozzáférni. Tehát az, hogy egy kicsit rákapasd az anya csavart a tőcsavarra, az egy kicsit macerás, de megoldható. Látjátok, külső feszítéses megoldás, ez egy jó kis pozitívum. Úgyhogy igen. Hát, ja, nem tudom, kipufogót azt említettem, nem mindegy, lényegtelen katalizátoros kipufogója van, ugye bár a környezetvédelem szempontjából. Hát ez a rész, ez az olaj, neki rész, tehát ezek a kialakítások, ezek kicsit nekem olyan, nem akarom tényleg leúzni, mert nem arról szól ez egész, csak ugyebár nagyjából dévojéből bemutatom nektek, hogy megmutatom. Hát nekem egy kicsit olyan kína is beütése, amit a piacon veszel, ilyenek, de attól függetlenül nem gáz. Hát egy ilyen kis egyszerű kis röngtámasz van rajta, mint látjátok, tehát nem egy nagy durranás. Úgyhogy igazából ennyi. Nézzünk be egy kicsit a légszűrőhöz, milyen állapotban is van. Na. Én sima kis, én ilyen szúnyoghálósnak hívom. Hát, jó, nyilván el lett takarítva. Hát én nem tudom, ezekre annyira én nem esküszök, de hát mindegy. Nézzük meg a belsejét. Hát igen, ilyen a belseje. Téli, nyári üzemmód is van rajta, amit látjátok. Itt az is van rajta. Elvileg azt mondják, hogy ezen a Valbro karburátor van. Hát nem tudom. Nyilván állíthatós. Itt lehet látni is a csavart. Itt oldalt is. Tehát ezen nem ilyen autótyúnos, meg semmi, ezt szépen be lehet állítani, hogyha úgy adódik. Ja. Itt a szivatónak a kis kialakítása. Egy olyan stabil, de jó, megteszi. Úgyhogy, ja, hát igazából ennyi. A gépezet, hát paramétereiből, szempontjából ő is egy, hát 54,5 köbcentis gépezetről beszélünk, elvileg papír szempontjából, azt mondják, hogy ez annyi elvileg. Igen, 54,5 köbcenti, 2,6 kilowattos és 3,5 ló erős gépezet. Igen. Az olajtank az 0,26-os, üzemanyag az meg 0,55-ös, és a teljes súlya az meg 4 is, hát olyan 5 kiló körül mozog, úgyhogy igazából ennyi erről a gépről. Hát az enyémet azt nagyon nem tudom, hogy be kellene mutatni, az 545-öt, azt ugye bár ismeritek, szerintem sok mindenkinek van, de ilyen oleómak is van sok mindenkinek szerintem. Hát igazából, ja, erő nem felesleges beszélni, mert ezt már bemutattam nektek, ismeritek, tudjátok, hogy milyen gép. De azért a paramétereit ennek is elmondom, hogy
tiszta vizet öntjük a pohárba. Ez már elvileg 50,1 köbcenti, 2,6 kW és 3,6 lóerős. Hát én már láttam azt is, hogy 4 lóerőnek írják, nem tudom, hogy mi az igazság. Franc tudja. Állítólag a franc tudja. Úgyhogy a súlya az 4,9 kg. Úgyhogy az üzemanyag tartály az meg 5-2-es. Úgyhogy a úgyhogy egy igazából őt nem mutatom be nektek, ha tudjátok. Tehát ez felesleges. Bemutatnom nektek az 545-öt. Úgyhogy most annyi lesz, srácok, hogy kimegyünk, és akkor összemérjük a két gépet. Annyi lesz, hogy mindegyikkel vágok bemelegítésképpen egy két karikát, és akkor utána meg három karikát vágok mindegyikkel, ami már éles lesz időre, és meglátjuk, hogy akkor melyik gépezet az, ami magyarán mondva odabasz a helyzetnek. Úgyhogy akkor kint találkozunk. Na, srácok, vissza is jöttem. Elő is készítettem a valamivalót. Ez egy jó kis száraz ecetfa. Úgyhogy kellünk is hozzá. Ahogy mondtam is, lesz kettő bemelegítő vágás mind a két gépben. Kezdünk az oleóval. Thank you.
akkor most menj majd időre. Most jön az Oleomak GSH 560-as. Az Oleomak GSH 560-nal és a Husqvarna 545 már 2-ese. Úgyhogy észre lehetett venni, úgyhogy ez a cecet fa azért tényleg száraz és csontkemény, tele csomókkal is, úgyhogy a gépek megszenvedtek szerintem, de majd meglátjátok a videóban az eredményt, hogy melyik volt a gyorsabb időre. Mert ugyebár a két gép az paraméterében nagyon egyeznek. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett a videó nektek, ha dobjatok egy lájkot, ha úgy gondoljátok, akkor iratkozzatok fel, azt megköszönném. Legyetek jók, csóvét!